November 1-től működik a krízis autószolgáltatás a Támasz Alapítványnál. Ez azt jelenti, hogy egész Dél-Dunántúlon, ha valahol közterületen hajléktalan embert látnak az arra járók, akkor a Dél-Dunántúli regionális diszpécser szolgálatot kell felhívni telefonon, amennyiben kizárólag szociális probléma áll fenn. Ha az érintett személynek nincsen olyan egészségügyi baja, ami kórházi ellátást igényelne, akkor valamelyik menedékhelyre szállítják be az alapítvány munkatársai, mondta Fonyó József a Támasz Alapítvány integrációjában intézményvezetője. Ilyenkor kinyitnak az úgynevezett időszakos férőhelyeink. Ez itt a Dugoni utcában működik. Ez amit a, az, az év más részében köztöleten élők, de ilyenkor ezt szívesen elfogadó hajléktalanok használják. És ez a szerencsés helyzet van egyébként már 2018 óta, hogy tulajdonképpen a ide november 1-én bejön, az egészen Május 1 reggel 8 óráig bent tud tartózkodni. Idén eddig szerencsére még nem történt a hideg miatt kihűléses eset, tette hozzá vezető. Az utcai szociális szolgálatnak van egy olyan útvonala, amelyet naponta bejárnak a munkatársak. Ennek során hetente mindenkit egyszer legalább meglátogatnak, és visznek meleg teát és takarót, és hát megkérdezik, hogy van-e valami még szükségük, vagy kell-e kell olyan segítség, amit ben korlátozva élik, látják a önmagukat. Ugye döntő többségükben ezek olyan kiskertek, romos épületek, elhagyott épületek, ahol a fűtés nem megoldott, de képesek arra berendezkedni, hogy ott átvészeljék a, a hideget. Néhány nap, és itt a karácsony. A támasztán minden évben megünneplik műsorral, és finom ebétel ezt a napot. Egyfelől van egy ö, nappali melegedőnk a Névtelen utcában, ahol naponta ételt osztunk. Ennek a, az egyik ö, napi menüje lesz egy ö, töltött káposzta, és egyébként ezt a, az összes ö, szállásnyújtó helyszínünkön egy töltött káposztás ebéddel vagy vacsorával, ahogy az ottani kollégák megszervezik, történik egy olyan ünnepség, ami egy ilyen kicsit bensőségesebb. Ez, ez azért szerencsés, mert ezt mindenhol az ott lakók számára szervezzük. Ugye ez, ez a Gomba utcai menhelyünkön, ez a 70 férőhely, a női szálló és menhely az összesen 52 férőhely, a Szelizon utcai átmenti szállónk 50 férőhelyjel, és a Névtelen utcai átmenti szállónk 28 férőhelyjel, valamint az 50 férőhelyes hajléktanok otthonában is külön-külön van egy-egy ünnepség. Ezen kívül van egy rendszeres felajánlásuk a Szent György lovagrend részéről. 24-én a Névtelen utcai melegedőben főznek egy babgulyást, ezzel megajándékozva az ellátottakat. Az alapítvány évek óta részt vesz az Élelmiszerbank adománygyűjtő akciójában, és amit ott összegyűjtöttek, abból ajándékoznak az átmeneti szálláshelyeken.